És mit értem egy játékot, ami olyan játékot, egy ilyen kis játéktelefon, és ilyen hercegnős, és még egy ilyen beszélőfony. Hát te majd anya letömörít. Tudod, úgy szokott tenni, hogy anya lány letömörít. És amire tennik, arra veszünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma karácsonyi adománygyűjtő akciójára szeretném bátorítani a minisztérium dolgozóit, de szívesen veszük más minisztériumoknak, illetve a háttérintézményeknek a munkatársait is. December 14-ig a különböző gyűjtőpontokon, a honlapokon megtalálható játékot, tisztítószert, pénzt, Erzsébet utalvány, mindent gyűjtünk, amit hátrányos helyzetű családoknak, gyermekeknek szeretnénk eljutatni, aminek örülni tudnának. Szeretném, ha az az ünnep, amire készülünk, az felébresztené bennünk az ajándékozásnak az örömét, nem csak amikor kapunk, hanem amikor adunk, akkor is. Erre ez egy jó lehetőség, ez az akció. Bátorítok mindenkit, hogy vegyen részt benne. Akkor 10 befértek van, jó? Tehetünk ide a üléste. Még egy ilyen szkuhát le. Nagyon jó. Jó, szerintem elég lesz lenni. Én még oda vettem. Oké. Kész. Homázra egy olyan családhoz, akik én, amit tudok róla, nagyon sokat küzdenek az életükben, 4 gyermek van, és hát mindenki fontos lenne mondjuk nekik, hogy a karácsony előtt azt a kis plusz segítséget megkapják a gyermekek is, szülők is, ami karácsony szebbé tételéhez örömmel szolgál. Mindenféle ajándékot viszünk, és én remélem, hogy örülni is fognak neki. Olyan mindennapi használathoz szükséges tárgyak vagy eszközök, főleg amelyek a mindennapokhoz kell, mindennapi élethez, plusz mondjuk a játékokhoz, plusz a gyerekeknek sporthoz. Tehát van köztük társas játék, van köztük focilabda, van kislánynak plüss állat, felnőtteknek takaró, ruhafélék. Bízom benne, hogy mindegyik sikeres, vagy örömet fog nekik szolgálni, vagy örömmel fogja szolgálni őket és segíteni. Uszi, hol eszik én? Sajti oldal. Csaham. Farsak Attila. Attila, Sajti Szintas. Hoztunk egy kis ajándékot. Köszönjük szépen. Ne nekem, mert a munkatársaknak gyűjtötték. Nagyon csak sofőr volt. Nagyon köszönjük. Segítenek a fiúk? Persze, persze. Attila, Gábor, Tivadar, ugye? Igen. Te is segítesz? Igen, de meg ne fázzál most. Nem fog megfázni. Biztos? Akkor persze. Gyorsan csináljuk, persze. Jó? Mi van, mehetünk egy kibérőzni. Na, ezzel szaladj be, jó? Örömteli utcánkon. Ez még elfér? Persze. Oké. Ott van. Van egy pörge. Te vagy a Gábor, ugye? Attila. Attila, bocsánat, Gábor. Középső. Gábor a középső, Attila a legnagyobb, és akkor így megyünk. Van a Tivadar és a Manó. Állatos, ez neki jó? Igen. Gyere, mert ez pont... Gyere, gyorsan. Szerintem ez te vidd, jó? És akkor... Pont jó, nehéz. Nézd oda! Szaladj. Nézd oda. 5 órától, mennyi az idő? Lányom, 5 óra 10, mennyi az idő? 5 óra 15, mennyi az idő? 5 óra 20, mennyi az idő? Van, figyelj, kicsim telefonálok, és akkor biztosan. De mennyi az idő? Gyere, befele! Itt megállt a lépcsőn! Gyere, nyugodtan! Yes, mellé! Gyere, kicsim! Gyere, nekem is van lányom! Thank you.
legelső biciklink az úgy lett, hogy találtunk egy biciklit a kuka mellett. Az én lányom azt mondta, hogy hozzuk haza. Jó kislányom, majd az apu megszereli. Rendben, apa meg is szerelte, de mire apa hazajött, másnap már ment tudod biciklizni. Egy maga. Zsiráf. Elég furcsa zsiráf. Négy kereke van, nézd. Négy kerekű zsiráf. Elefánt. Ed Marci. Ed Marci. Hát vágyunk emlékbe. De. Vásas játék? Hát. Hát. Ilyen videójátékszerűség annak. Jó. És a papot jövünk az autót, és Ebbe fogok csajozni. Na itt van, ennek nagyon örülünk. Tessék, én megmutattam, tessék, itt van a mosószer. Ezt egy évig fogjuk használni a gyerekeknek a mosásához. Szennyesek mosásához. Hallok sok-sok húzit ezért a sok-sok mindenért. De nekem. De mindenkinek áll gyereket. Mindenked is, ha egy. Úgyhogy én csak puszit adok neki, mindenkinek. Ha kikap használják. Boldog karácsonyt áll gyereket. Akkor egészséggel. Jó. És akkor lesz az is. Jó. A fiúra vagy lányra. De nekem tényleg a munkatársaknak de mindenkinek, mert valakinek de, kipattant a fejéből, aztán tovább adta, és akkor de most tényleg mindenkinek nagyon köszönjük. Élnek. Mindenkinek. Nagyon. Örülünk, hogy örömet tudtunk akaszni. Nagyon köszönjük tényleg. Köszönjük is. Mi köszönjük. Azt szeretnénk kérni önöktől, akik ezeket az ajándékokat a részünkre összeszedték, és megajándékoztak vele, nagyon-nagyon szépen köszönjük. És boldog karácsonyt kívánni nekik. Az egész család nevében, kicsitől nagyig, mindenki. Nagyon szépen köszöni. Boldog karácsonyt! Másik kész, másik kész. Biztos, hogy ez csepp a tengerben, meg most itt egy családról van szó, de maga a gyűjtés, amit elindított a miniszter úr, Balogh Zoltán miniszter úr, illetve hát a munkatársaink közösen, az sok-sok családhoz el fognak jutni, és bizonyítja azt, hogy a köz alkalmazásban lévő emberek, kormánytisztviselők, azok nem csak a papírok mögé tudnak bújni, hanem jó szívvel tudják szolgálni azt, aki rászorult és aki segítségre szorult.